10 legjobb gyümölcs súlyvesztéshez. Maradjatok velem! Üdvözlök mindenkit, Tari Ádám vagyok, és a mostani alkalommal szintén kajákat hoztam, kajás videót, viszont most ezeket nem fogom megenni. Azt a 10 gyümölcsöt hoztam, ami a legjobb szerintem zsírégetéshez, súlyvesztéshez, úgyhogy vágjunk is bele, kezdjük az elején. Első, grapefruit. Alacsony kalóriában rengeteg C-vitamint és A-vitamint tartalmaz, low GI, ami azt jelenti, hogy lassan felszívódó szénhidrátot biztosít, ami hosszan tartó energiát biztosít, étvágycsökkentő hatású, zsírégető hatású, adjátok salátákhoz, vagy fogyasszátok edzés előtt. Második, egyik kedvencem, alma. Alacsony kalóriában, magas rostban és magas telítettségi indexe van, ami azt jelenti, hogy nem kell túl sokat enni belőle, hogy tele érezd magad, hogy jól lakottan érezd magad, úgyhogy diétánál ez tökéletes. Mindig egyétek, ne igyátok, mert hogyha betonmixoljátok és hogyha isszátok, akkor nem lesz olyan hatása, akkor nem fog úgy telíteni, úgyhogy ajánlom mindenkinek, hogy mindenképpen egye. És ne igya. Harmadik. Másik kedvencem, áfonya. Szintén alacsony kalóriában, C-vitaminban és manganézban gazdag, csökkenti a koleszterin szintet, a vérnyomást és a gyulladásokat is. Adjátok müslihez, zaphoz, shakehez, turmixhoz. Negyedik, csonthéjas gyümölcs. Szintén low GI, tehát alacsony felszívódású szénhidrátot tartalmaz, magas C és A-vitaminban, alacsony kalóriában, és ez mehet bármilyen étkezés mellé vagy salátába belekeverve. Ötödik, egyik kedvencem, maragúja. Nagyon magas rostban, C-vitaminban, A-vitaminban és káliumban is. Lassítja az emésztést, csökkenti a vérnyomást és növeli az inzulin érzékenységet is. Ezt egyétek magába. Hatodik, kiwi. Nagyon tápanyagban gazdag gyümölcs, magas C és E-vitaminban, tele van rosttal, csökkenti a vérnyomást, low GI, tehát lassan felszívódó szénhidrátot biztosít, az emésztést segíti és hozzájárul a gyomor egészségéhez is. Hetedik, dinnye. Alacsony kalóriában sok vizet tartalmaz, sok káliumot és antioxidánsokat is tartalmaz, magas C-vitaminban és beta-karoténban is. Ez viszont high GI, tehát nagyon-nagyon gyorsan felszívódó szénhidrátot biztosít, úgyhogy telítettségi indexe emiatt nem a legjobb, nem fog túlságosan telíteni. Amúgy ez nagyon jó és nagyon egészséges, de itt azért a mennyiségre figyeljünk. Mondjuk diétán egy ilyen 150-200 g-ot ehetünk maximum. 8. Narancs. Magas C-vitaminban és rostban, és a telítettségi indexe is magas, hogyha tudjátok ezt is, pont úgy, mint az almát, egyétek és ne igyátok. És az utolsó kettő az kicsikét eltér, vagy kicsikét furcsa gyümölcs, na most kérem szépen, a 9. az rabarbara, és igazából ez zöldség, mint hogy gyümölcs, viszont itt Európában gyümölcs salátákból használják, úgyhogy mondhatni, hogy gyümölcs. Magas rostban, K-vitaminban, csökkenti a magas koleszterint, az ér funkcióját segíti, javítja, értágító hatása van. Ezt tehetjük müslibe, zabba, shakebe igazából, vagy turmixba is. És az utolsó, a 10. avokádó. Erről amúgy nemrég tudtam meg, hogy ez nem zöldség, hanem gyümölcs. Na most az avokádó nagyon-nagyon magas zsírban, jófajta zsírban és nagyon magas kalóriában is. Magas K-vitaminban, viszont oké, hogy magas kalóriában és magas zsírban, de nagyon csökkentő az étvágyat is, úgyhogy zsírvesztéshez, súlyvesztéshez ez a zsírforrás, ez tökéletes. Úgyhogy adhatjuk ugyanúgy salátákhoz, ugye étkezések mellé, vagy csak szintán vaj helyett és zsírok helyett igazából süthetünk ezzel, vagy ennek a zsíret felhasználhatjuk sütéshez is. Köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett a videó, informatív volt és szórakoztató, akkor nagyon szépen kérek mindenkit, hogy csapassatok rá egy lájkot, osszátok meg és kommenteljetek, hogy ti hogy diétáztok, esztek-e ilyen ételeket amúgy, ha nem diétáztok akkor is, vagy hogyha diétáztok akkor is, átolvasom és ahogy tudok, majd reagálok a kommentekre. Ha személyre szabott edzéstervet vagy étkezési tervet szeretnétek, akkor látogassatok el weboldalamra, ami az aramtariprofizik.hu, és kövessetek Instagramon, aramtariprofizik a nevem, hogy látassátok posztjaimat, akcióimat edzéstervekre és étkezési tervekre is. Köszönöm szépen a figyelmet még egyszer, Tari Ádám voltam, aki még nem tette meg, iratkozzon fel hasonló videóért,
Peace!